Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy havi jóslás január hónapra. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást. A díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. És most látható ez a kivetés, és megtekintjük azt, hogy mi várható január hónapban. Itt ez a koporsó utalhat egy örökösödési ügyre is. Különösen ennél a férfinél, hiszen ő van a közelben. Itt a gólyák jelentenek változásokat, és ez a ház utalhat a családi kapcsolatokra. Előtte megjelenik ez a torony, és ez jelenthet egy bírósági ügyet. De neki vigyáznia kell, hiszen itt megjelenik a ravasz róka, és az utalhat hamis emberekre, hogy valaki megpróbálja őt kihasználni, vagy becsapni, utalhat itt hamis iratokra is. A koporsó jelenthet ugyan halál esetet, de ennek a kártyának inkább egy szimbolikus jelentése van. Mégpedig, ha valamit lezárunk, befejezünk. Ez a koporsó mindkettőtökre vonatkozik, hiszen ő egy vonalban van ezzel a kártyával, és ha te egy hölgy vagy, te is egy vonalban vagy ezzel a kártyával, a koporsóval. Miután itt lezártatok valamit, lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak változásukra, az utak pedig a döntésekre, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy a te lelki társadra. Ő most nem akar döntéseket hozni, hiszen hátat fordít ennek, elfordul az események felől, és benne érzi magát ebben a toronyban. Kihat az ő érzelmeire, ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok. Ez a torony akkor olyan, mint egy labirintus. Ő keres egy kiutat, ő keres egy új irányt, de nem tudja, hogy melyik irányba tekintsen, hiszen elfordul az utaktól, a döntésektől, és megjelenik itt egy vonalban vele ez a felhő, ami azt jelenti, hogy számára valami még átláthatatlan. Lehet, hogy fél attól is, hogy valaki becsapja őt, hiszen a ravasz róka utal ravasságokra, hamis emberekre is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy a képen, a lelki társad egy vonalban veled. Itt ez a két kártya jelenti azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt van a szerencse és az életerő. A probléma csupán az, hogy ő az első sorban van, és a feje fölött nincsen kártya. Az jelentené az ő gondolatai, de ő nem engedi azt meg, hogy valaki bepillantson az ő gondolataiba, tehát nem beszél a terveiről. Ez kicsit megnehezíti a dolgokat, hiszen ha te itt vagy, akkor a te gondolataidat itt ezek a kártyák mutatják, te gondolsz erre a férfire. De itt van a felhő, ami számodra is átláthatatlan, hiszen ő nem beszél nyíltan a terveiről. De hamarosan kisüt itt a nap,
kiderül, a valóság láthatóvá tesz valamit, és akkor eltűnik ez a felhő. Látható a szerencse, a remény, egy jó hír, itt az élet erő, és a fa jelenti a gyógyító erőt, azt is, hogy oda érkezel az élet utadon, ahol le tudsz gyökerezni, ami élet erőt ad számodra. Ez kihat a párkapcsolatra, kihat mindkettőtökre, és kihat a családi kapcsolatokra, vagy az otthonodra is, hiszen a ház ezt jelképezi. Itt lesznek változások, sőt, lehet egy költözködés is, mert a gólyák gyakran ezt jelentik. És akkor az élet utadon eltűnik a felhő, itt ez a virág tisztít valamit, itt tisztázódnak az események. Te ebbe az irányba tekintesz. Itt január közepéig még vannak problémák, nehézségek, és az ostor az azt jelenti, hogy valaki megbántott téged, vagy ő sértődött meg, és voltak nézeteltérések. Itt a könyv jelentheti az ő zárkózottságát, egy vonalban van a felhővel, a hegyel, és ezzel a könyvvel, ez megnehezíti az eseményeket. De szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Úgy január közepétől, január végéig az egerek itt dolgoznak, és eltávolítják a hegyet, ezt a korbácsot, eltávolítják a titkokat, vagy ezt a zárkózottságot, és akkor megvan az erő, megvan ez a nőies kisugárzás, és előtted megjelennek a csillagok, ami szerencsét hoz. Utal az időre is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Itt van melletted a szerelem, de te nem látod, mert hátat fordítasz ennek. Lehet, hogy január végén még ez nem érezhető, holott ott van a közelben, hanem úgy február elején lesznek itt beszélgetések, mozgás, kihat a párkapcsolatra, kihat a szerelemre. És itt a hajó jelenti a reményeket, lesz egy jó hír, kiderül az igazság, tisztázódik valami, lesz itt könnyűség, mozgás, nem csak a szerelmet illetően, hanem az anyagiakat illetően is. Itt a kígyó jelenti a gyógyító erőt, a változásokat, a megújulásokat, de lehet egy hölgy is. Illetve ennél a jóslásnál ez a kígyó két különböző nőt jelent. Ha rólad van szó, egy vonalban vagy vele, és itt megjelenik a szív, egy szívélyes kapcsolat, megbízhatsz benne, itt a kutya jelenti a barátságot, tehát lehet, hogy ez a hölgy itt egy jó barátnő, aki segít neked. Itt lehet egy közös munka, egy közös tevékenység is, hiszen a gyűrű jelentett szerződéseket, a halak kihatnak az anyagiakra, itt a virágcsokor egy kreatív tevékenységre. Itt lesznek szép beszélgetések, vagy egy jó hír. Azon kívül itt ez a kártya utalhat mozgásra, minden, ami mozog, például sport, vagy autó, vagy változások, utazások. Ez egy jó kapcsolat, megbízhatsz bennem. Viszont egy kígyó, egy másik kígyó, itt egy vonalban van a ravasz rókával. Tehát van egy másik nő is, aki ravasz, de nem te vagy akkor ezzel a hölgyel egy kapcsolatban, hanem ez a férfi. Ez lehet a volt társnője is, hiszen a gyűrű jelentheti a feleséget, a gyermek pedig a gyermekeket,
És itt akkor a torony a vállásra utal, a bírósági dolgokra, a szerződésekre, de megjelenik a hamisság, hogy ez a nő becsapja őt, anyagilag csapja őt be. Ahol még változások lesznek, az a munka vagy a hivatás, hiszen itt ez a kártya jelenti ezeket a témákat. Itt megvan ugyan a siker, erre utal a nap és a park is, de ez a kasza elvág valamit, és az lehet egy munkahelyi változás, és a gyermek utalhat egy új kezdetre. Itt a kereszt jelentett spirituális dolgokat, vagy a hitet, de döntéseket is. Hiszen ő ebbe az irányba tekint, és nála lesznek ezek a munkahelyi változások. Hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba ez kihat a munkájára. Itt a kasza jelentett olyan dolgokat, ami olyan hirtelen jön, amire ő nem számított. Itt vannak az újdonságok, és ez a levél lehet egy bizonyos szerződés is, egy munkahelyi szerződés. És itt ez az ajtó a kulccsal együtt azt jelenti, itt kinyílik egy új ajtó, ezek az ajánlatok vagy a lehetőségek számára. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Ő nem beszél a terveiről. Valami miatt fogva érzi magát. Ezek lehetnek negatív gondolatok, érzelmek, mint például félelmek. Ez nem jó, ha így érzi magát. De lesznek változások, hiszen a gólyák jelentik a változásokat. Ez lehet egy költözködés, ez lehet egy munkahelyi változás is. A koporsó utalhat ugyan örökösödési dolgokra is, de gyakran azt jelenti, hogy itt lezár ő valamit, de nem beszél a terveiről. De ennek ellenére megvan a remény arra, hogy kiderüljön az igazság, hiszen a nap láthatóvá tesz valamit. És itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni. De jelenti a munkát, a hivatást is, és itt lesznek meglepetések, változások, hiszen a kasza el tud vágni valamit, vagy jönnek hirtelen az események és a gólyák jelentik a változásokat. Második hét január hónapban itt látható, valami még átláthatatlan. Itt döntésekről is szó van, de ő elfordul ezektől a témáktól. Ez elcsúszhat február-április hónapig. Itt lesznek külföldi kapcsolatok, vagy bizonyos szerződések. Megvan a remény arra, hogy legyen egy szerencsés fordulat, egy új kezdet. A park az jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, és a kereszt, vagy a hitet, vagy egy spirituális területet, vagy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy döntéseket, amikor elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesz egy új kezdet. Harmadik hét január hónapban itt látható. Vannak még problémák, vagy megsértődtél, esetleg ő sértődött meg. De ez elmúlik, mert az egerek ezt eltávolítják. Itt meg lesz a gyógyító erő, az életerő, egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, szép baráti kapcsolatok kihatnak az érzelmekre, valaki gondol rád a múltból, itt vannak az álmok, a remények, visszatér hozzád, és itt kinyílik az ajtó, lesznek változások, anyagilag is, a munkát illetően, és a párkapcsolatot illetően is. Itt látható egy jó barátnő, aki segíteni tud, ami őt illet, egy nő a múltjából, ahol megjelenik a hamisság. Valaki, aki megpróbálja becsapni őt.
Utolsó hét január hónapban itt látható ez a zárkózottság, vagy a titkok elmúlnak, hiszen az egerek eltávolítják ezt a könyvet. Előtted megjelennek a csillagok, ami szerencsét hoz, különösen ami a szerelmet illeti, de te ezt még nem látod. Valószínű, úgy február elején érzed ezt a helyzetet, amikor lesz mozgás, könnyűség, beszélgetések a párkapcsolatot illetően, szerencséd lesz az anyagiak terén is. Itt lesznek változások, megújulások, mint egy újjászületés, de ez a kép jelenthet egy jó barátnőt is. Ez volt a havi jóslás, köszönöm a figyelmeteket, és kívánok minden jót, egy szép napot, erőt, egészséget, egy boldog új esztendőt. Szeretettel, Dendera!